Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban fölfegyverkezünk. Ugyanis ma Kamuformer pisztolyrobotot fogom nektek bemutatni. Nos, igen, igen. Pisztolyrobot, nem vagyok benne biztos, hogy a Zimba Planet Fighter szériából származik-e. Lehet. Én most úgy titulálom, hogy ő nem az, mert az a Planet Fighter puskává alakuló robot, amit én régebben láttam. Lézeres fényefektje volt, nem pedig egy olyan hangefektje, ami neki van. Arra kitérünk. Sokat fogjátok hallani a videóban, ne aggódjatok. De mindesetre Gun Robot, vagy Guni, Gunter, igen, Gunter Robot. Egy érdekesség, amint látható, egész szépen kézzel illik az embernek, és van egy ravasza. Ennek a ravasznak a ravasz funkcióját teljesen be fogom mutatni, de még egy kicsit várattatom a dolgot, hogy hagyd legyen érdekes, mert higgyetek el, lehet, hogy a jobb dolgot teszem azzal, hogy nem azzal kezdem, hogy kapásból a hangját mutatom. Szóval nézzük meg az ő méreteit, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk társaságában technik emberkénk. Mindig jobban be kell állítgatni, mint LEGO emberkét. Így, né. Szóval, és tettel, és egyebekkel, amin látható, Gun Robot egyikük számára sem lenne túlságosan megfelelő kézi fegyver, mert hát valljuk be, egyikük méretét sem képezi őkelme. Szóval őket félre is tehetjük a maguk respektív sarkaiba. Képernyő két szélén. Szóval igen, most képbe hoznám hőst tovább, de Isten igazából még ő se tudja használni, hanem inkább az én kezembe való az a figura, valamint mindig így fogom, és nem így, pedig így kéne, na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy most képbe hozzuk kedvenc mérőmanunkat, kivel megállapítjuk Gunternek a méreteit. Szóval Gunter hosszúsága 14 cm, magasságát tekintve, lássuk csak, 12 centiméteres, igen, 12 durván, szélességét tekintve pedig lássuk csak, körülbelül 3,5 centiméteres. És most jöjjön Gunter hangorgánuma. Felkészültetek? Készen álltok rá, hogy milyen hangot fogtok hallani, mikor meghúzom ezt a ravaszt? Nő a feszültség, nő az izgalom. Vajon milyen hang lesz? Hát, most hallgassátok. Szóval igen, úgy gondolom, hogy Gunter hangját éppen eleget hallottuk. Szóval igen, amikor először kézbe vettem ezen kis figurát, az ő áru átvétele után, megvásárlása után rögtön kipróbáltam a hangot, és azt hiszem egy szolid fél perc hosszúságáig hangosan röhögtem. Nagyon furcsán néztem ki a bevásárlóközpontban, de attól függetlenül vicces volt. Szóval igen, miután átestünk ezen hangorgánum kipróbálásán, el is kezdjük átalakítani Guntert, lévén ő is a kamuformerek kategóriájába tartozik, szóval át tud alakulni. Nos, ezen lépés megkezdés, ezen folyamat megkezdéséhez szétválasztjuk Gunter lábait, mert ez a része lesz a lába, tehát hadi lábon áll, ha, és ehhez kéne köröm, ami nekem most nincsen. És lássuk csak, azaz, meg is van, kihajtottuk, lábait innen kihajtjuk egyszer. Kétszer, most nem szükséges semmilyen gyors vágás lévén, nem egy olyan hosszú folyamat, így meg is van. Ezt követően fölhagyjuk ezt a kis felső részt, már kibontakoznak Gunter kezei, így mi. Széthúzzuk a kezét egyik, kötően másik irányba, lehagyjuk a két kezét, visszahagyjuk ezt a részt, így mi. Egyszer, kétszer, majd végül, de nem utolsó sorban fölhagyjuk az ő kis fejecskéjét, és íme itt van előttünk Gunter az ő teljes mienségében. És igen, a feje alapján ő is a klasszikus
Transformer robotok családjába tartozik, legalábbis én úgy ítélem meg, illetve azon képek közé szoktam helyezni, amiben ezek tűnnek föl, de lehet tévedek, még a Simba robotokat is abba a kategóriába sorolom, hogyha ezek a fejük van, tehát maradjunk Transformernél, kicsit poros, most már nem. Szóval igen, Gunther az ő maga mienségében, természetesen közelebbről is mindjárt megnézzük, amint megnéztük, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk társaságában. Nos, így már a mértékei teljes mértékben megváltoznak, látszik, hogy nem, még nincs vége, teljes mértékben magasabb lesz, illetve kicsit szélesebb is lesz ahhoz képest, milyen volt korábban. Ámbátor hosszúságát tekintve megváltozik, mert hogy felfel ágaskodik. Igen, igen, félretéve mérő emberkénket föltehetjük a kérdést, hogy vajon most ő kell már teljes mértékében megnő ilyenkor, vagy ekkora maradt, tehát ekkora a tényleges robot mérete, vagy klasszikus Megatron trükkel megmagasodik az ő maga többszörösére mass shifting segítségével, ám a mass shifting sem menti meg kedvenc mérőmanunktól, kivel megállapítjuk, hogy az ő magassága, lássuk csak, durván 17 cm-es magassággal bír, szélességét tekintve váltól válik 9 cm-es, és mélységét tekintve elég bizarr kialakítása miatt kb. 10 cm-es, hát 10,5 cm-es mélységgel bír. Szóval igen, egy közelebbi pillantást vetve így Gunther mienségére ismételten kiveszünk az adapát. Igen, láthatjuk, hogy tényleg klasszikus Transformer, azaz a Gundam és Transformer fej keverékével rendelkezik, melyre büszkén lehet büszke. Igen, igen, ezúttal az ő fejére nem mondok semmilyen negatívot, tehát nem szomorú, nem is túlságosan morcos, hanem inkább, minek mondjanám, feszült, feszült, várja, hogy mikor támadhat. Igen, igen, igen. Szóval ilyen is hasonlókra képes. Ezen fejét csupán egy irányba képes hajtani lefele, bánatában és sajnálatában, hogyha meglátja, hogy miket követett el a harcok során. Szóval fejét lefele tudja csak mozgatni, válla érdekes, mert hogy előre tud egy kicsit jönni, de nem, ez nem csak egy, nem segít neki túl sokban, így a kezének a pózolásánál, tehát így se sokkal lesz jobb, pláne fókuszban, szóval igen, így se lesz sokkal jobb, nem igazán lehet korrigálni, mert ez egész lapka csak itt és itt hajlik, tehát nem lehet párhuzamossá tenni itt a kezét, ez a legjobb, amire tehetjük. Vállait tekintve képes és fölmegy, ugye az átalakítás miatt, képes és lefele is hajlik, vissza, és képes, és ugyan kicsit erős racsnikkal, de 90 fokban be tudja hajtani a kezét, nem minthogyha ebben sokat segítene, talán egy kis ilyen váll erősítő pózt képes fölvenni, így, ilyen és hasonlókat, de ennél többre sokkal nem. Lábát tekintve klasszikus, rákjárásra képes csupán, illetve ha nagyon akarja, akkor fölhajtja a lábujját egy hangyányit. Szóval igen, nem túlságosan a mozgathatósága adja el ezt a figurát, hanem édes, drága dallama, melyet csak azért még egyszer hadd halljatok, mert hogy így is lehet. Egy, hét, hát. Szörnyű. Igen. Szóval, és tettel, és egyebeket. Félretéve nem húzom tovább a videót, mert szegény Gunthernek is pihennie kell, mert hogy ilyen hangzavar közepette kétlem, hogy bármikor szép álmai lennének, de képzeljétek el egy csatamezőt, melyen több Gunther van. Nem lehet kellemes hangja neki. Egyébként sem, de ilyen képzeljétek, hogy 100 meg 100 ilyen hang szólal meg egymás után. Nos, ezen képzelt képével el is köszönök tőletek. Nos, remélem azért tetszett eme kis videóm. Amennyiben így van, kérlek hagyjatok egy lájkot, esetleg írjatok egy kommentet, vagy ha tetszett, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek a videómat,
és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!